ez a játékcsodák. Játékcsodák! Tarts velünk! Buldi! Buldi kiskutyám, merre vagy? Na hát, sehol sem találom. Gyere, nézzük meg, hát, ha bebújt a házába. Itt is van. De nem látom az arcát. Buldi, szomorú vagy? Gyere, mutasd magad! Hát mondd, mi történt veled? Jó, te is látod, mennyi rossz fogacska van a szájában. Nézzük csak, mi történhetett. Aha, beleragadt egy csont a fogacskájába, és jó, ez a sok sárga folt. Ejnye, Buldi, nem ápolod rendesen a fogaidat, és ott meg egy szovas fogacska. Meg kell gyógyítanunk. Gyere, segíts nekem! Nézzük, milyen eszközökkel tudjuk meggyógyítani a kutyust. Nem látom a felső fogait. Szükségem lesz egy tükörre. Ezzel a tükörrel jól megnézhetek minden fogacskát, alsót és felsőt egyaránt. Tehát kell egy tükör. Van abban a fogacskában egy kis ételmaradék is. Mivel szoktuk eltávolítani? Hát persze. Kell egy fogkefe is. Nagyon sok sárga elszíneződést látok azon a fogacskán. Lehet, hogy ezeket le kell kicsit kapargatni, csiszolgatni. Ezzel az eszközzel ezt is megtehetjük. De mi legyen azzal a szuvas foggal? Szerintem ki kell fúrni, és be kell tömni. Ezzel a csipesszel beletehetjük a tömést, és ezzel a fúróval kitisztítjuk a fogacskát. Hozzákezdhetünk? Gyere, Buldi, segítek neked. Gyere ide, és ne félj, hamarosan jobban leszel. Lássuk csak, mit csináljunk először. Nézzük meg a felső fogakat, azokkal nincs baj. Lássuk csak. Ó, igen, ez nagyon egészséges fogacska. És ez a szemfog milyen hegyes. Ezeket a fogakat szépen ápolod. Itt sincs, és itt sincs semmi baj. Látod? Már sokkal jobb. Akkor csak az alsó fogakat kell rendbe tenni. Mivel is kezdhetnénk? Szerintem az a csont, az nagyon szúrhatja azt a fogacskát. Szedjük ki. Szerintem fogkefével. Ezt a fogkefét rendszeresebben is használhatnád. Na nézzük, sikerül-e kiszedni? És kész. Látod? Már nincs is ott az a csont. Ez a fog biztosan nem fáj tovább. De mi legyen ezekkel a sárga foltokkal? Nézzük, a fogkefével leszedjük-e őket? Nem, sajnos. Ehhez másik eszközt kell használnunk. Szerintem ezzel a kis kaparó eszközzel leszedjük ezeket a sárga foltokat. Elég nehezen megy. Nagyon régóta rajta lehet. De nézd, hoppá! Nincs ott se lepedék, se fogkő. Próbáljuk meg a másik fogon is. Szerinted sikerül? Figyelj! És kész! Hát, ez a két fog is meggyógyult. Ezeket alaposan meg kell majd tisztítanunk a beavatkozás után. Figyelj, Buldi! Ez egy kicsit nehéz lesz, de nem kell félned, megígérem. Nagyon óvatos leszek, nem fog fájni. Na nézzük, mit tudunk csinálni ezzel a szuvas fogacskával? Hát bizony, elég nagy ez a szuvas terület. Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha ezt megpróbálom kipiszkálni. Ez így nem megy. Veszek egy csipeszt, és megfogom a fogad. De ne aggódj, ez sem fáj.
Na nézzük. Hogy sikerül kiszednem ezt a ronda szúvas részt? Ej, Buldi, nem vagy nagyon jóba a fognyívő manókkal. De figyelj, és kész. Ez már nincs is benne. Csak hogy maradt egy kis lukacska. Be is kell majd tömnünk. Ehhez másik eszköz kell majd. Újra megfogom a fogad egy csipesszel. Ne félj, ez sem fáj. És ezzel a fúróval szépen kitisztítom a lyukacskát. Nem maradhat benne egyetlen baci sem. Úgy látom, egészen tiszta már ez a lyuk. De nem maradhat így. Be is kell tömnünk. Készítsünk a fogadba egy tömést. Nézzük, mi van ebben a dobozban. Nagyon szép, pont olyan fehér, mint a kutyus foga. Szerinted jó lesz neki? Na lássuk, tudunk-e valami jó kis tömést készíteni? Kiveszünk egy csipetet. Vajon mekkora volt az a lyukacska? Ez olyan elég lesz. Gyere, próbáljuk ki. Itt van a csipeszen, és beletesszük a lyukasfogba. Ó, nézd, pont beleillik. Beleigazítjuk szépen. Látod, már nem is látszik, hogy milyen ronda beteg volt az a fog. Buldi, nagyon ügyes voltál. Meggyógyult a fogad, és olyan bátran viselkedtél, hogy ezért kapsz egy jutalomfalatot is. Nézd, jó étvágyat, egészségedre. Ham. Most meggyógyítottok Buldi fogait, de legközelebb másik játékkal játszunk. Tarts velünk akkor is. Szia, szia! A mesében szereplő játékokat a Gyöngyvirág gyermek otthon lakóinak ajándékozzuk. Iratkozz fel a Játékcsodák csatornára, és nézd meg a többi mesét is. Játékcsodák!